Ami itt van, ez meg egyszerűen csoda. Tavaly ősszel készültek ezek a felvételek. A képeken jól látszik, hogy rengeteg szemét borította a Szekszárd határában található erdős területet. A Tolnai megyeszékén úgy, mint az ország valamennyi városában komoly gondot okoznak az illegális hulladéklerakók. Az önkormányzat évente több millió forintot költ ezek felszámolására. Most ez a munka válik hatékonyabbá, hiszen a város nyerte a Tisztítsuk meg az országot nevű környezetszépítő pályázaton. A pénzből közel 19 millió forintot szeméthalmok felszámolására, további 3 millió forintot pedig térfigyelő kamerák felszerelésére fordíthatnak. A jövőben még sok pályázat beadását tervezzük. Szeretnénk kihasználni azt, hogy most viszonylag gyorsan tudunk dönteni, és gyorsan tudjuk beadni a pályázatokat. A fejlesztések felgyorsítása Szekszárd polgármesterének a célja. Azt mondja, ebben a folyamatban volt kulcsfontosságú lépés a hivatali struktúra átszervezése és tapasztalt kollégák felvétele. Többi kolléga is visszatért, és jó szakmai háttérre rendelkezünk ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat beadjuk, és ha csak beadjuk, hanem nyerjünk is. A most elnyert pályázatot március végéig kell az önkormányzatnak megvalósítania, vagyis még tavasszal felszámolják az illegális hulladéklerakókat, és bővítik a térfigyelő kamerarendszert Szekszárdon.